Üdvözlet mindenkinek! A Pico 2023-as egyik újdonsága volt, forma újdonsága, a csehszlovák plehács. Ennek a H0 építési nagyságú modelljét kaptam kölcsön, és ezt a járművet fogom nektek most bemutatni a videóba. A laminátka után logikusnak tűnt, hogy a gyártó ezt a mozdonyt is megjelentesse, lévén alapjaikban megegyező járművekről beszélhetünk, a fő eltérés elsősorban a mozdonyszekrény kialakításában rejtőzik. Míg a laminátka üvegszálas műanyag kasznival rendelkezik, addig a plehács, ahogy a neve is jelzi, már acél mozdonyszekrénnyel hagyta el a Skoda gyárat. A 3080 kW teljesítményű, négy tengelyes mozdonysorozatból összesen 86 darab készült 1975 és 81 között Pilsenben. A Pico standard csomagolásból kivéve sok ismerős részlet köszön vissza a negyedik korszakos festésben pompázó csehszlovák mozdonyon. A mozdony főbb méretei pontosak, arányosak, a mozdony típusra jellemző lekerekített formákat szerintem nagyon jól eltalálta a Pico. A jármű megjelenése karakteres, és elsőre is látszik, hogy nem spórolt a részletekkel a sonnebergi gyártó. Nézzük is meg ezeket közelebbről. A mozdony tetőberendezései részletesen kidolgozottak, vékony vezetékek mindenhol, és a laminátkáihoz hasonló filigrán, mégis kellőképpen masszív áramszedő található a járművön. A tetőn található trepnik is külön felszerelt alkatrészek. A mozdony oldala egyáltalán nem olyan unalmas, mint a modern villanymozdonyoknál, a karaktert a nagyméretű filigrán szerlőzőrács és a fölötte található géptérablakok adják. A részletek mérethelyesek, a géptérablakok mögött pedig kidolgozott géptérimitáció található. A vezetőállás feljáró ajtajainál külön elemként vannak felhelyezve a fémből készült korlátok. A mozdony elejét nézve szembetűnőek a jellegzetes szélvédők, az ablaktörlők itt külön festett maratott elemekként vannak felhelyezve. Jól oldotta meg a gyártó a felső lámpa kialakítását és a homlokfal ívét is. Elől a szélvédő alatti korlát, külön fémelem, és a gyártó még a tolató személyzet számára elhelyezett kis kapaszkodó rudat is elhelyezte a főkeret sarkánál, a fellépővel együtt. Az ütközők alatt megtalálhatóak a kis kapaszkodók is. A mozdony mellgerendáján a szerelvények külön felszerelhető elemek, ezek a dobozban mellékelve vannak. A mozdony pályaszámtáblája külön elem a főkeret felett, amire tamponozással van felvíve a mozdony pályaszáma. A jármű vezetőállása részletesen kidolgozott, azonban a gyártó többi járművéhez hasonlóan sajnos egyszínű, nincs részletesen kifestve. A jármű alváza és forgóvázai hasonlóan a laminátkához messze menőleg kidolgozottak. Minden a méretarányban megjeleníthető részlet megtalálható a mozdony alján. A forgóvázmaszkok szépen kidolgozott, nagyon finom rajzolatú elemek, számos külön felszerelt kiegészítővel, és még a forgóváz vonóerő bekötő rúdjai is megtalálhatóak a mozdony alvázán. A gyártó dicséri, hogy ezek a megoldások egyáltalán nem akadályozzák a mozdony ívekben történő futását. A modell festése a gyártótól megszokott magas minőségű. Szépek és pontosak a színek, élesek a maszkolási vonalak, pontatlanságot nem találtam a nálam járt mozdonynál sehol. A feliratozás is első osztályú. A gyártó hozta a kötelezőt ezen a téren is. A Pico ennél a mozdonynál nem spórolt a különböző funkciókkal sem. Van menetirány szerinti világítás, kapcsolható zárfények, kapcsolható géptérvilágítás, vezetőfülke világítás, távolsági fényszóró és albázvilágítás is. A mozdonyszekrényt leemelve láthatóvá válik a Plux 22-es csatlakozóval ellátott nyáklap, illetve a kidolgozott géptér. A nálam járt mozdonyba egy Digitools DigiSound 5-ös hangdekóder volt beépítve laminátka hanggal, ami tökéletesen passzol ehhez a géphez is, a két mozdony típus azonos belső felépítése miatt a valóságban is egyezik a hangjuk. A
Panel alatt található a gyártó standard lendkerékkel ellátott motorja, ami kardánok segítségével hajtja a forgóvázakban elhelyezett tengelyeket. A mozdony egy-egy tengelye egy oldalt aszimmetrikus konfigurációban tapadó gyűrűvel van ellátva. Ez és a jármű tekintélyes súlya megfelelő tapadó súllyal ruházza fel a mozdonyt, 3%-os emelkedőn 6 darab kerékáramszedővel ellátott 4 tengelyes személykocsit gond nélkül fel tud húzni. A modell járása kiemelkedően jó. Lassú menete finom és egyenletes, a hajtás halk. A kerekek centrikusak, nem ütnek. A mozdony a pályán nem imbolyog, nem billeg. A mozdony áramszedése biztos és stabil, még polarizálatlan váltókon sem tapasztaltam megtorpanást, kis sebességeknél sem. A jármű áramfelvétele alacsony, 6 kocsival emelkedőn még teljes sebességen sem kúszott 330 mA fölé a teszteim során. Modellhű sebességeken pedig 100-150 mA körül alakult az áramfelvétel, természetesen kikapcsolt hang mellett. A mozdony rövid kapcsoló kinematikával van ellátva, ami a rokó fecskefarkas kapcsolóval szépen összehúzza az ütközőket egyenesben, míg ívben kellőképpen eltart. Szétakadást, siklást sem tolt, sem húzott üzemben nem tapasztaltam, biztosan kapcsol mind univerzál, mind fecskefarkas kapcsolóval. A mozdony jelen festési és feliratozási változata elsősorban a csehszlovák témában mozgóknak lehet érdekes, ilyen gépek a modellezett korszakban nem jártak át hozzánk, azonban a későbbiekben remélhetőleg le fog csapni a gyártó a különböző 6. korszakos magánvasúti mozdonyokra is, amikből számtalan társaság számtalan mozdonya lett az utóbbi több mint 10 évben a hazai pályák egyik meghatározó magánvasúti mozdonya a laminátka mellett. Néha számolni is nehéz, hányféle plehácsot láttam már eddig, szerte az országban, szinte mindenhol. Különböző tehervonatok élén. A mozdony ára picivel alacsonyabb, mint a laminátkái, és ezért szerintem a látottak alapján nem lehet panaszunk sem a kidolgozottságra, sem a beltartalomra. Összességében egy nagyon érdekes, nagyon szép modellt kaptunk a gyártótól ismét. Hasonlóan hozza azt a magas minőséget, amit a Pico Expert szériás modellektől az utóbbi időben már megszokhattunk. A modell összeszerelésileg is minden téren szerintem abszolút megállja a helyét. Köszönöm szépen, hogy megnéztetek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!